egyszer-kétszer nem árt naponta. Én most rászoktam, alapból is rászoktam, csak nem ilyen kivitelbe kicsim. Közben kérik a kérés. Hova kéritek a kérés? Főzök, bazd meg. Bazd meg, főzök. Ha nem baj, kikapcsolom akkor a kérés, mert megzavar minket. Ezt hogy rakjam bele? Segítesz ebbe, barátnőm? Hogy egész? Mit szokta? Így egészbe belevágják? Vagy mi? Amúgy ez el van rohadva, vagy mi ez? Hát ez nem jó. Mi ez? Ez hazai termés, vagy én ezt nem rakom bele, ne haragudj, hát ez meg van rohadva. Ez meg van rohadva, nem jól ment szélek? Ez meg, én ilyet nem rakok bele ebbe, hát ez rohadt. Mindjárt visszamegyek, reklamálok egyet, ú de jó fő gyerekek, majd mindjárt mutatom, megcsináljuk a habat. Ezt nem rakok bele, mert ez nem jó minőségű, innen érzem. Egyszer. Jajaj. Itt a kis tálam, kicsim, csináljuk a habarást. Habi, aga. Túró Rudi. Kis habarás, kicsi. Menjen. Egy kis túró Rudi, csináljuk a habarást, jó? Be kell habarni. Így szép. Olyan finom lesz, gyerekek. Ha nyaltál már meg 8 ujjadat, van annyi, akkor most gyerekek, gatya neked. Benne van a tálban a túró történet. Na most, egy kis fahéj. Nagyon jó, megvadítja. Egyszer. Csak egy picit rakok bele. Egy pici fahéjat rakok bele. Picit. Egy pici fahéj, picim. Jó. Nagyon jó. És tejszínpad. Teje tele-tele hízszínpad. Picim. És akkor ezt nyomni kell felfele, vagy hogy van? Hova megy már ez a geci? Ez miért folyik mindenhova? Én ezt ma nyomtam, na. Nem jön, kicsim. Ez nem jön. Hogy van, ez hogy működik? Be kell, ne kapom akkor. Lefelé, hát de nyomom lefelé, Kati. Nyomom lefelé. Nyomom, nem jön. Mi van ezzel? Most meg folyik. Miért nem jön-e, kicsim? Na végre. Ó, de szép vagy. Jöhet bele jó sok, nem? Jó massza lesz, kicsim. Ó, de jó, kicsim, túró Rudi fahéj, és egy kis tejszínhab masszának. Izgató igazi, a hazai ízek. Megnyalom mindegyik ujjam, oly finom. Elkavarjuk, kicsim. Nézz oda. Elkavarjuk. Mi ez a fehér az arcomon? Mi ez a fehér? Olyan ismerős színek vannak az arcomon. Nagyon jó, kicsim, ez tényleg otthon habarás, tehát komolyra veszem a szót. Figyelj ide, kicsim, nézd milyen guszta. Fahéj, tejszínhab és túró Rudi. Legjobb igazi hazai ízek. Kicsim, elkevered, felkevered a történetet, de nagyon figyelj a történetre, kicsim, ne csapkolódjon ki. Tehát jól fel kell keverni, hogy ne csapjon ki. Érted? Legalább valamennyire azért ilyen ne legyen csomós. Ne legyen csomós, kicsim, mert ha csomós, az nem lesz jó. Jó, kicsim, ha csomós, nem lesz jó, és figyelj oda, hogy ne pocsékolj, mert az arányok fontosak. Két túró Rudi, egy kis fahéj, vagyis a fahéjból rakhatsz, és a tejszínhab, abból nyomjál bőven, és kavarod, és kutyulod, és kavarod, és kutyulod. Nézd oda! Amíg ilyet nem látsz, legalább nézd ide! Ez a habarás. És fő itt nekünk a lábasban a dinnyénk meg a pamelánk,
tehát a zöldség meg a gyümölcs, fő, és kicsim, bekeverjük, behabarjuk, egyszerű mozdulat. Hát nem is kell beszélni ennyit hozzám, minek kicsim? Aj, de jó lesz, hiányzik amúgy a párdizsán. A párdizsán hiányzik, hogy belerakjam a párdizsán, de ez nagyon jó lesz. Kicsim, szoktatok malackodni amúgy? Még amúgy fő, még fő a történet, én nem bírom kint, ne nyaljak bele. Nem bírom ki, hogy ne nyaljak bele. Olyan finom. Hát azért ki kell a nyála, vagy a takarítani. Na, barátnő, megkutyulom közben a történetet. Gyerekek, ha ezt most megmutatom, mi lesz gatya? Azért én mindig ott vagyok a toppon, nem? Nem, amúgy engem nem lehet azért lekörözni. Hol? Ha, babám! Sehol. Jó koszos lett az asztal, ennyire kiment a izé. Hát a körbe voltam. Értem. Folyik a tál? Lehet a tál folyt? Lyukas volt a tál? Miért lett ilyennyire ilyen az asztal? Na mutatom kicsim, hogy hogy állunk. Na mindjárt tálalok kicsim, ezt már le kell venni, megfőtt. Figyelj, mert tálalok. Haha. Csak kimosom a tálat, hogy tudjak benne tálalni neked. Egyszer kicsim. Ez megfőtt és tálalom. És kósolunk. Hajaj. Hajaj, dehogy. De jó kicsim. Soha jobban picim. A hazai a legjobb. Nem? Nem ezek a rendelt szarok. A hazai. Lekapcsolom. És akkor kicsim. Kitöltjük a történetet. Aha. Lémám van. Nagyon jó. De kellemes szag van. Veszek belőle kicsim, hogy tudjunk neked mutogatóban. Hát ebből lehet szedni amúgy ki mennyit szeret. Azért én nekem nagy hasam van. Kicsim, nagy hasam van azért. De jó. Ez a habarás, ez a fahéjas, túrorudis habarás, ez megbolondította kicsim. Na mutatom a tálamat, várjál, mert szedek még hozzá. Hogy körülbelül hogy vagyunk, megmutathatom? Várja, nem látod. Basz, babám, nem látod. Basz, meg a jó Isten. Nem látod. Babám. Na? Vélemények? Na? Nem? Leves, Pamela, bébi göröddinnye, fahéjas, turorudis. Te is jobb. Ha, na, mondj már valamit. Elállt a lélegzetetek, nem mondod. De mitől? Annyira tetszik? Nem láttatok még ilyet? Ha? Annyira tetszik, elállt a lélegzetetek? Őszintén, mondjad nyugodtan, nem bántasz meg, hanem tetszik. Ennyire tetszik? Mindenki meglepődött, hogy mennyire jó, és nem gondoltátok? Lehet fel kéne rakni a McDonald's-nak az étlapjára, kicsim. Egy kis finom étel. Na, a sok burger előtt. Nem kell mindig azt a sok dögvész hamburgert tenni. Fel lehet rakni egy ilyen kis könnyed levest. De finom. Érzem a számba. Olyan illata van, babám. Fahéjas turuldi tejszínha, megbolondítva zöldségparadicsommal, vagy mivel zöldségdinnyével. Hol kapsz jobban? McDonald's Gold luxus kusleves, kicsim. Nézd oda. Sehol. A sehonnai bitang. Mindjárt megkóstoljuk, kicsim. Picit hagy hűljön már.
De jó ez, kicsim. Amúgy olyan kevés időm van főzni, pedig főzhetnék többet, nem? Főzhetnék többet, de olyan kevés időm van mindig erre. Babám. Forró, hogy egyem? Hát gőzölök, látod, gőzölök. Hogy egyek belőle? Várjál, elpakolom a lábas. Azt akkor mi leszünk itt kettesbe vagy hányasba. Jut még a családnak is, lehet jönni. Lehet Norinát is átívom repetázni. Na, mit szólsz hozzá? Kurva anyádat. Lehet Norinát is áthívom repetázni. Szerintem meg a barátokat. Így estére. Mert amúgy ez új. Tehát új leves. De azért ott van. Olyan forró. Pedig úgy megkóstolnám. Jó, finom. Na, ne aggódjatok már annyira. Én főztem már rosszat. Na. Főztem már rosszat, őszintén. Főztem valaha. Forró kicsim, forró, nem ehetem, megégeti a számat. Na, nem főztem soha, ott van. Akkor miért vagy megijedve ennyire, na? Kicsim, ne legyél, megmutatom, akik most jöttek esetleg. Majd nem látszik. Hogy mutassam? Dinnye, Imre Gold konyhája, dinnye, baby dinnye, Pamela? Pamela? Fahéjas? Túrórudis, tejszínhabos habarással, megbolondítva, és panizsánt akartam még belerakni, de ez meg van rohadva. Ezt nem raktam bele. Jól döntöttem? Jól. Na, kicsim. Jaj, de finom. Ez vacsorának is tudod, mi, csak meleg van, nagyon meleg a leves. Mindjárt megkóstoljuk, kicsim. Kellemes, finom. Ittam rá egy kis vizet. Nagyon kellemes. Kicsim, nagyon finom és nagyon kellemes volt. Ennyi volt a főzés, kicsim, Imre Gold konyhája bezár. Hamarosan, perceken belül jövök vissza, akkor még megkóstoljuk, gyertek. Egy picit hagy hűljön, mert nagyon meleg, de amúgy jó lett, és jövünk vissza Norinával, úgyhogy mindenki jöjjön vissza,
10 perc és indítom az élőt, megkóstoljuk kicsim, jó? Mert picit hűl, gyertek vissza, puszi kicsim minden.